azt mondtam, hogy nekem akkor olajjal kell festeni, és el kell kezdeni, mert annyira megragadott maga az egész élet és az egész Munkácsi festészete. Azóta is persze őt kedvelem legjobban, és attól kezdve szinte minden nap festek. Akkor már nem volt lehetőségem főiskolára járni, hiszen akkor Magyarországon 30 embert vettek fő maximum a képzőművészeti főiskolára, tehát gyakorlatilag maradt az az út, hogy beszereztem a főiskolai középiskolai tankönyveket, és akkor azok alapján tanultam meg a technikát, és a színelméletet, a perspektívikus ábrázolást, az áll közelebb hozzám, és azt követően szakkörbe jártam, tárlatokon nagyon sokat részt vettem, és rengeteget jártam alkotótáborba is. Tehát itt az évek során és a könyvekből szerzett meg a elmélet és a gyakorlat hozta azt, hogy hát ezek a képek most itt állnak a falon, és ez szinte folyamatosan végigkíséri az életemet, tehát ezt mind munka mellett végeztem. A festészeten kívül szintén gyermekkorából hozott hobbija a hegedülés is. Faluhelyen nőttem föl, ott nem volt, aki tudott volna tanítani engem hegedűre, nem igen voltak hegedűs zenészek, és szereztem egy hegedűt, és megfogtam, és játszottam rajta. Tehát azokat az iskolás dalokat, szóval szerénytelenség nélkül mondom, hogy tehát megfogtam, és azt eljátszottam a hegedűn. Éreztem benne, előtte már éreztem, hogy tudnám csinálni, és utána jártam Dunaújvárosba, amikor már középiskolába, illetve tovább tanulni jöttem, akkor jártam a zeneiskolába. A Tengertánc Együttesnek a tagja valójában? Igen. Tavaly óta kapcsolódtam be a Tengertánc Együttes munkájába, tavaly ősszel, és hát ebben a körben még ez az első ilyen bemutatkozás. Ha jól értettem, akkor hegedű készítéssel vagy javítással is foglalkozik? Igen, az is egy valahogy 20-25 éve ezelőtt az egy olyan felmerült bennem az a gondolat, nagyon sokat írtak Stradivári titokról, meg ilyen hegedűk. Szóval egyszerűen a hegedűk hangjának a titkát kutatom, nincs titok egyébként, ezt állítom, és beszereztem ehhez kapcsolatban minden tankönyvet, és ezekből az elemi darabokra szedett hegedűt összeraktam, és hál' Istennek meg tudom szólaltatni. A hegedű készítés az csak egy olyan hobbi, amit úgy melléktevékenységnél foglalkozom, amikor van kedvem esténként, de vágyam az, hogy egy új hegedűt is csináljak, és mondom, célom az, hogy minél jobban szóljon, és kutatásokat olvasgatok interneten, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos. A leginkább olaj, pasztell és akvarell technikával dolgozó művész a közeljövőben egy újabb területen is szeretné kipróbálni magát. Nagyon nagy vágyam, hogy tűzománcokat készítsek, tűzománcképeket. Erre most szerzem be az eszközöket. A tehetséges festő rendszeresen állítja ki munkáit az ország különböző területein, melyekből most a 2004-2005-ös év alkotásait csodálhatja meg az érdeklődő közönség.